Múlt hét pénteken hivatalosan is megkezdődött a vakáció, amíg az elmúlt kilenc hónapban az iskolák környékén kellett kiemelt óvatossággal közlekedni, a következő két hónapban ezt a figyelmet szinte minden helyen alkalmazni kell. A nyári szüneten szabadon lévő gyermekek ilyenkor bárhol felbukkanhatnak kisebb csapatokban, ők pedig még nem feltétlenül vannak teljesen tisztában a közlekedés alapszabályaival. Ugyan nem csak emiatt, de nyár elején egyébként drasztikusan megnő a balesetek száma elszomorítóak a számadatok. És külön említésre méltóak azok a balesetek, amikor gyermekeket ér sérülés. Ez nyáron nyára, a vakáció kezdetekor ez ugrásszerűen megnő. Ugyanis elindulnak gépkocsikkal, a kedves szülők viszik a gyermekeket, és hogy van egy karamból egy adott ütközés, két gépkocsi karambol, általában gyerekek is az utasok között vannak, ugye Szülőkkel vannak, mert vakáció van, akkor sajnos nagyon sok esetben ők is megsérülnek. Itt emelném ki a kedves szülőknek a felelősségét, hogy minden egyes gyermeket kössenek be, biztonsági gyermekülésben, ülésmagasító. Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy a gyerek elüljön feltétlenül. Tudom, a nagyobb bacskák már szeretnek előülni, ugye ők már nagyok, élvezik a lehetőséget, és azt se engedjük meg, hogy lehúzott hátsó ablaknál a gyermek deréki ki legyen hajolva, illetve a kiskarját kitegye a gépkocsinak az oldalsérvédően. Ezek mind baleseti lehetőségek és baleseti források lehetnek. 20 perc alatt akár 20 fokot is emelkedhet a hőmérséklet egy napon álló autó belső terében, egy óra elteltével pedig akár 80 fok fölé is melegedhet a levegő. Így semmiképpen ne induljunk útnak, mert rendkívül nagy a hőhúta kockázata. A tendencia pedig egyébként is azt mutatja, hogy egyre több baleset kiváltó oka a vezetés közbeni rosszul lét. Nagyon fontos az átszellőztetés a gépkocsinál indulás előtt, és aki gyógyszert szed, vagy krónikus beteg, az kérje ki a orvos, illetve a patikusnak a véleményét, hogy tervez egy hosszabb utat, ajánlott-e, milyen gyógyszereket szed, veszélyes lehet -e ez a vezetésben esetleg. Ugyanis évről évre sajnos Nyíregyházán több olyan balesetben vagyunk helyszínen, mikor egyértelműen megállapítják, hogy rosszul lét következtében sodródott le az úttestről, vagy ütközött útszéli tárgynak, korlátnak, fának, villanyoszlatnak. Nagyon sok esetben fékezés nélküli baleset van, és tragédia is megtörténik, nem a baleset mechanizmusából adódóan, hanem már a rosszul kapcsolatosan előtte lett rosszul, még mielőtt neki ütközött. Ez nagyon könnyen Tudják a helyszínen a szakemberek beazonosítani, hogy mi lehetett az oka, és azonnal a legfontosabb, hogy vigyázzanak egymásra. Bordás Béla hangsúlyozta a gépjármű vezetőknek nyáron a motorosokra, kerékpárosokra és rolleresekre is fokozottan figyelniük kell. A balesetek elkerülésében azonban mindkét félnek nagy felelőssége van. Fontos, hogy a két keréken közlekedők is betartsanak minden rájuk vonatkozó szabályt. A legtöbb személyi sérüléssel járó kerékpáros vagy rolleres balesetet ugyanis valamilyen szabályszegés előz meg.